Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a második adventi gyertya meggyújtásának alkalmából. Engedhessék meg, hogy Isten igéjével kezdjem és szólítsak meg mindenkit. János evangélium 5. részéből szeretnék egy rövid részt felolvasni. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és Jézus felment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, melyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, felkavarta a vizet, s aki elsőnek lépett bele, a víz felkavarása után egészséges lett. Volt pedig ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, s megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Talán sose volt annyira aktuális, és szinte szó szerint igaz ez a történet János evangéliumából, mint ahogyan ma. Azt olvassuk, hogy a Betesda tó környékén, Jeruzsálemben rengeteg beteg ember feküdt. Megtudtuk azt is, hogy van, aki már 38 esztendeje ott fekszik betegen, és segítség nélkül. A mai világ, amiben élünk, beteg. Beteg, hiszen tudjuk, egy esztendeje már, több mint egy esztendeje talán küzdünk a vírussal, és talán most csillan fel a reménysugár, hogy végre talán fölébe kerekedhetünk. De beteg a világ nem csak a vírus miatt. A mostani helyzet előhozott indulatokat, olyan mélyen rejlő dolgokat az emberek lelkéből, amelyek addig is megvoltak, de talán most még inkább előtörtek. Ott az önzés, békétlenség. Ott van az, amit olvasunk ebben a felolvasott igében, hogy nincs ember, nincs, aki segítsen a másiknak, türelmetlenek vagyunk. És még ilyenkor karácsony fele is, amikor szokás az, hogy egy kicsit igyekszünk jobbak lenni, mégis olyan nehezünkre esik. Más ez az advent, mint az eddigiek volt. De talán pont ezért jó, hogy más. Mert azt olvasuk ebben az igében, hogy Jézus ott jár a Betesda tó környékén. Isten nem hagyott magunkra bennünket. Az ígérete, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig, ez most is igaz. Jézus itt van, ebben az adventben ő közelít hozzánk. Csodálatos dolog ez, hogy miközben várunk emberi megoldásokat, várunk csodákat, ahogyan olvastuk az igében, mert csodát vártak az emberek, a legnagyobb csoda ott járt közöttük, az Úr Jézus Krisztus. Csak nem vették észre. Ebben a világban, amikor keresünk megoldásokat, szinte várjuk a csodát, hogy egyszer csak végre felszabaduljunk a betegség, a veszély nyomása alól. Jézus itt jár közöttünk. Ebben az adventben közelít hozzánk. És karácsony az, ahogyan szoktam említeni, amikor az ég és a föld közelít egymáshoz. A legközelebb van egymáshoz ilyenkor, ég és a föld. Isten szeretete át akar ölelni bennünket. Ebben az adventben közel jön Jézus, megáll mellettünk, mint a betesdai 38 éve beteg ember mellett, és azt kérdi, akarsz-e meggyógyulni? Ki ne akarna? Mindenki szeretne. Olyan jó lenne, hogyha ebben az adventben ezt felismernénk. Olyan jó lenne, hogyha ebben a zajban, sokszor forgatagban, ami az idősávok használata miatt még inkább nagyobb forgatag, a bevásárlóközpontokban, a rohanásban, el tudnánk csendesedni. És ott ebben a csendben meghallanánk Jézus szavát. Akarsz-e gyógyulni? Mert ha igen, akkor itt vagyok. Az ünnep azért lesz ünnep, és akkor lesz ünnep, hogyha Jézussal találkozunk. Ha átéljük azt a valóságot, hogy ő itt van velünk, szeret bennünket. Megoldást ad az életünk problémáira. Hogyan?
sokszor úgy gondolják, hogy varázsütése, majd minden megoldódik. Itt azt olvassuk, hogy ennek a beteg embernek azt mondta Jézus, akkor kelj fel és jár, tégy valamit, és ő engedelmeskedett. A mi Urunk tanít bennünket sok mindenre. Tanít szeretni, megbocsátani, tanít előre nézni, tanít a másik embert embernek tekinteni. Tanuljuk meg tőle, hallgassunk az ő szavára. És amikor karácsonyt elérjük, amikor szól majd az ige, akár a templom Isten tiszteleteken, helyben, akár az online közvetítések alkalmával, nyissuk ki a szívünket, fogadjuk be az Úr szavát, mert ez a mi reménységünk. Karácsony felé haladunk, reménységgel tekintsünk előre. Ne csak a magunk életére nézve, a világ életére nézve is, és minden ember életére nézve, mert Isten szeret bennünket, meg akarja oldani az életünket. Csak rajtunk múlik, hogy engedjük ezt neki. Azt kívánom, hogy legyünk engedelmesek ennek a kérésnek, és így legyen áldott ünnepünk, áldott karácsonyunk. Amen. Egy gondolati játékra kérem először, hogy mondjuk van egy derék embertársunk, aki a világtól elzárva töltötte eddig az életét, mondjuk a hegyekben, és hirtelen megjelenik itt Soroksáron advent időszakában, és önre vár a feladat, hogy egy kicsit avassa be, hogy miről is szól ez az időszak, miről szól a kereszténységnek ez az ünnepi időszaka. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a kérdést. Az advent igazából a várakozást jelenti, a várakozás időszaka. Hagyományosan a karácsonyt várjuk ilyenkor, 4 héttel a karácsonyra kezdődik az adventi időszak, de mi keresztények tudjuk, hogy azért ez mást is jelent, hanem az Úr Jézus visszajövetelére is várakozunk. De mindenféleképpen várakozás és az ebből adódó készülődés is az adventnek a része. Itt Soroksáron is, és azt hiszem, hogy mindenhol a világon. Tehát, hogyha valaki egy lakatlan szigetről becsöppenne ide, akkor azt mondanám, hogy igen, ő is várakozott arra, hogy végre szabad lehessen. Ez most egy másfajta várakozás. Arra a csodára való várakozás, amit Isten az első karácsony adott nekünk, és ezt újra meg újra átélhetjük, és erre a csodára készíteném fel őt. A köszöntőjében megemlítette azokat a szenvedéseket, azokat a feszültségeket, amelyekkel nagyon sok embertársunk együtt él ebben az időszakban világszerte. Mi az, amit még akkor is fogódzónak ajánlani lehet, hogyha valaki esetleg nem naponta gyakorolja a vallását? Hát én mindenképpen egy kis elcsendesedést és egy kis lenyugvást javasolnék mindenkinek. Érezzük magunkon, hogy kicsit türelmetlenek vagyunk, szeretnénk kihasználni az időt, amit kapunk, hogy intézzük a dolgainkat, sietünk, iparkodunk, tehát egy picit lassítson le mindenki, és egy picit a földi dolgok élvezetén vagy keresésén túl picit gondolkodjon el a lelki élet dolgairól is, a saját lelkének a dolgairól, mit is vár a karácsonytól, mitől is lesz számára ünnep az ünnep. Tehát egy kis belső elcsendesedést és rákészülődést az ünnepre, hiszen ez a mostani ünnep teljesen más lesz, mint az eddigiek, a külsőségek, amik eddig megvoltak, a találkozások nagy szabadsága és minden egyéb más, az egy kissé szűkebben szabatik, adatik meg, elvétetik valamilyen szinten. Tehát nem a külsőségek fogják a karácsonyt most ünnepé tenni, hanem az, amit ott a szívünkben, lelkünkben érzünk. Ön mit tapasztal az utóbbi hónapokban, hogy az a fenyegetettség, amelyben élünk, és adott esetben aggódást, félelmet generál emberekben, az vajon oldódik-e, találnak-e kapaszkodót például akkor, amikor önnel beszélgetnek? Én úgy érzem, hogy nagy bizonytalanság van az emberekben. Tehát van félelem, van némi bizakodás is, de igazából a kettő között van mindenki.
és akikkel szoktam beszélgetni, nagyon szeretnék azt, hogy jöhessenek a templomba, a közösségben együtt lehessenek. És én biztatom őket, hogy a közösséget megélhetjük most valamilyen más formában is, de reménységgel vagyunk afelé, hogy a templomi közösséget azért megélhetjük úgy, ahogyan azt megszoktuk. Tehát a fogódzó igazából az lenne, amit én mondanék, hogy reménységgel tekintsünk előre, és figyeljünk arra, amit tanácsolnak nekünk, és hát készüljünk lélekben arra a találkozásra, ami, hogyha nincs is a külső nagy találkozás bennünk, de azért a lelkünkben az Úrral létrejöhet. Tud esetleg olyan javaslatot tenni, hogyha valaki ezekben az időszakban mondjuk tényleg elcsendesedik, és akár még egy kis ideje is van, és hozzáférhet esetleg könyvhöz, akár a Bibliához, akár tényleges formában, vagy online formában, hogy mit keressen? Hát ha Bibliáról beszélünk, akkor mindenféleképpen a karácsonyi történeteket javasolnám, illetve János evangélium a harmadik részét, ahol Jézus arról beszél, hogy ő miért jött. Ez egy kicsit nehezebben érthető, úgy Jézus Nikodémussal beszélget, de egészen biztosan, hogy ha valaki végigolvassa, valamit megérthet az Isten szeretetéből, mert az ünnep erről szól. Könyvek is vannak, amik erről szólnak. Két olyan filmet tudnék esetleg ajánlani, ami ebben segített. Az egyik Dickens karácsonyi ének című kisfilmje, amit talán többen ismernek. Ugye arról szól, egy zsugori öreg úr, hogyan nem készül a karácsonyra, és végül hogyan változik meg az élete. És hát vannak olyan filmek, és hát az a két film, ez több film is lehet, amik Jézus életét dolgozzák föl, a karácsony örömhírét, evangéliumát, amik a nem igazán vallásos emberek számára is segítenek ráhangolódni az ünnepre.